Szép jó estét kívánok mindenkinek. Hát nem igazán sikerült ma időben bejelentkeznem, mint ahogyan azt gondoltam volna, de az este az egy érdekes állapot, tehát az igazából bárkinek bárhol lehet, időzónától függetlenül is akár, de mindegy, itt vagyok. Tekerünk egy kicsit, mert igazából azt tudom, hogy valami irdatlan, szerencsétlen helyzetben hagytam itt a dolgot. Mégpedig valami olyasmiben, hogy fő volt borulva a tatarin, de közben rájöttem, hogy amúgy igazából ott áll nagyon közel hozzá a voron, azt hiszem, igen, és azzal marha könnyen ki tudtam volna szedni még legutóbb is, csak aztán végül is úgy, elmaradt. De nem baj, mert ezt fogjuk most folytatni, hogy onnan kimentjük, és akkor megcsináljuk onnan a dolgokat. Hál' Istennek, ugye a radarom az nem működik, de hát, nagyjából felfedeztünk mindent, a másik térképen nem sok maradt el, nem jó sikerült rosszakat intani, mert itt csak ez a szakasz maradt ki, de oda egyébként küldetés is kivisz, úgyhogy azzal talán nem lesz baj. Csak innen majd ki kell jutni, az még ott cumi, arra emlékszek. Itt meg ugye, hát a szituáció az valahogy úgy néz ki, hogy mindjárt ott vagyunk, igen, itt, igen, pont itt. Úgyhogy itt valamit ki kell találni, itt áll valahol valamelyik hegyoldalban, azt hiszem, itt van. Meg is van. Ővele fogjuk kiszedni. Nincs benne sok üzemanyag. Hát, akkor lehet, hogy mégse. Várjunk csak. Itt van. Ide vittem. Igen, ott van. Hát, remélem, hogy ez eljut odáig. 33% üzemanyagot hagytam benne. Én nagyon trehány vagyok, basszus. De tényleg viccen kívül. Mindegy, itt átvágtatunk valahogy. Ez itt cumi, azt tudom, de valahogy úgy kéne, hogy jó legyen. Lehet, hogy itt a jégen kéne valahogy. Hát, ezt itt nem tudom így innen megmondani, de két egész jó közlekedtünk itt a tatarinnal, szóval lehet, hogy arra fele akár még ezzel is jó lenne. Megnézzük, hogy mi van. Aztán amúgy kivel mizu. Csütörtök van, tehát telik múlik a hét. Nekem most kezdődik ugye a péntek. Elég húzós hétvége lesz ugye, aki esetleg a Facebookon vagy Discordon követi ahol próbálok információt átadni. Azt tudhatja, hogy ugye költözködős hétvége lesz. Ez engem lényegében olyan szempontból érint tartalmasan, hogy maga a setup, és ugye az én ágyam is átkerül egy másik szobába. Lényegesen több helyjel. Maga az asztal egyelőre még sajnos nem változik, de terveimben szerepel, hogy fog. Úgyhogy nem sokára ez is majd eldől. Lehet, hogy most a szoba berendezés miatt maga az a laptop vásárlós kérdés az egy kicsit csúszik. Semmi baj nem lenne ezzel a dologgal, hogyha egyébként nem fosnék attól, hogy bármelyik pillanatban elvezényelnek más munkakörre, vagy más irányokba. Apá, mert amúgy anyagilag nem lenne most per pillanat olyan nagy gond. Jéhé, csúszunk! Jéhé, az jó kör volt. Lehet nem kéne nélgázon veretni a jégen, de... Jéha, ezt kapták. De még megyünk, semmi gond. Itt kell óvatosan itt ezt a kanyart bevenni. Oh! Elrúgta neki nagyon. Semmi baj. Ez csak jég. Semmi baj nem lehet. Kikerüljük a sziklákat, mert ugye ez elméletileg láncolt kerekű. Mondjuk nem sokat számít, hogyha deja vu. Jíha! Nagyon komoly. Csuszkál, mint állat. De az az igazság, hogy már itt is vagyunk. Úgyhogy hál' Istennek üzemanyaggal nem volt gond. Kiszedem először, aztán majd utána javítgatunk, mert ugye itt van hál' Istennek supply zóna. Oda meg hátulról elmenetleg be lehet menni. Ez jó ez a voron, ez igazából nem szar. Egész jó megy. Lehet, hogy itt ezt fogjuk használni a feladatokhoz, mert
Tetszik nagyon. Húha, azt hittem, hogy így nem be tudok jutni, van, várjál. Lehet, hogy lesz problémám, így rögtön azonnal. Dehogy is. Ha nem akad fönt, akkor nem lesz gond. Lehet, hogy fönn akad. Lehet, hogy lesz gond. Dehogy is, benn vagyunk, jó van. És akkor itt kéne valami okosságot csinálni. Hát nem tudom, hogy pontosan ez hogy fog kinézni. Valahogy. Nem így, ahogy elnézem, mert ennél sokkal előrébb nem vagyok. Ez így baj. Az üzemanyag is baj, de az majd csak később lesz nagyon nagy baj. Én meg a hülye fejem azt hittem, ez hamar meg lesz. Jó, add a darut. Az lenne a tuti jó. Aha, hát ja, ez a szarcsér ez a daru. Még a sárga is jobb volt, esküszöm. Hát ez pont ennyi. Tehát, hogy ez így a semmi és a lófasz között nem sok különbséget okoz. Ennyi. Ez a jó, ez ennyit tud. Csak meg se emeli magát. Nagyon nyugdíjas ez a daru, én mondom. Jó, hát ez így nem fasza. Ez meg rossz gomb. De ezzel ide nem hiszem, hogy föl tudok ugratni, mert hát ha most még egy autóval bemászok, azzal sokkal előrébb nem leszek szerintem. De lehet, hogy az lesz. Hát szorítsatok, hogy ne legyek totál károsan hülye. Pedig sanszos, hogy az leszek. Ez így nem működik. Pedig mennyire jó lett volna amúgy, ha igen. Az úgy nagyon nem jó, de legalább most már két autó van nagyon szar helyzetben. Ekkora fasz küldetést amúgy, aki kitalál. Aha. Hát nem mondom, hogy most beragadtam. Pedig amúgy de. Aha. Aha. Ez eddig nagyon jó. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy aki kitalálta ezt a küldetést itt, az elmehet a picsába, úgy rendesen. És igazán megpróbálom magamat közelebb rángatni az Azovhoz, hát ha az valamit is segít. De hogy elnézem, ez nem igazán fog jelentős eredményre juttatni minket. Vagy mi Azovhoz, Tatarinhoz. Ez ilyen, nem tudom, ez ilyen parkúros téma akar itt lenni. De hogy nem ér le egyik kerekem se, azt hogy az ördögbe csináltam. Aha, hát innen leesés lesz, az most már tisztán látszik, úgyhogy lehet, hogy jöhetek ide még valamivel, hogy kiszedjem magamat. Beakasztottam oda, mint állat. Aha, hát most az a szituáció van, kérem szépen, hogy ameddig a daru működik, addig átváltunk daru módba, és megpróbálunk valami trükköt alkalmazni arra vonatkozóan, hogy aha, ez a daru nagyon csicska. A másik az full jó. Most mi történik? Nem tudom lefele nyitni. Az nagyon jó lesz így. De tényleg nem tudom lefele nyitni.
így le meg föl, az most ugyanaz, mint a jobbra-balra. Még mindig? Még mindig. Nem jó ez így. Hoppá! Kicsit több billentyű lett lenyomva, mint kellett volna. Na várjál. Akkor azt csináljuk, hogy... Hát... Szenvedünk, az addig tény és való. Hát gyönyörű állapotokat mutat a szituáció. Semmi gond. Semmi gond, mert semmi nincs a közelben, ami segíthetne a helyzetem. Igazából most már borzasztó szar helyem van a tatarin is, mert ugye nem tudom innét odébb tolni magamat tőle. Így kell ezt kezdeni bemelegítésnek egy ilyen fasz a szituációval. Közben még be is sötétedik, az még jobb. Az lenne a tuti vicces fasza, hogyha ezt innen odébb tudnám egyébként taszajtani, de nem hiszem, hogy erre van lehetőségem. Viszont magamat odébb toltam, az még akár jó is lehet. Lenne, de nem az. Az... Oké, nem tudom, hogy mi történt. Valami nagyon. Semmi jó egyébként, ha őszinte akarok lenni. Azaz, ez lesz itt a megoldás. Mert szerintem úgy lehet, hogy vissza tudna borulni, hogyha pont nem lenne a tatarin az útjába. Hopp, rossz gomb. Csak ez egy kicsit ilyen erőltetett dolog lesz, ahogy elnézem. Most már ki se jut onnan a darum, ha jól látom. Aha. És az utolsó centin is átbukik. Aha. Nem tudom pontosan, hogy mit csinálok, de azt nagyon. Tehát, ha bárki kérdezné, akkor igazából nem tudom, mi történik. Nem megy lefele a darum, mert így megvan törve térben. Szerencsétlen. És most végeztem ki. Nagyon jó, hát akkor igazából előrébb nem vagyok, csak sokkal hátrébb. Öppjé, fönnmaradt a lámpa is bebugolt. Akkor valamivel jövünk, amivel ki tudjuk menteni innen a kócerájt. Aj, legyen egy Azov. Erről levettem a darut, de hiba volt, ahogy elnézem. Ah, itt van ez, igen, pont ez az. Pont ez kell. Hát akkor megyünk mentegetni. Meg tankolni elsősorban. Mire innen oda kijutunk, az nagyjából hogy az időtlen időkig eltarthat. De nem jelent semmi gondot, tehát
Valahogy muszáj lesz megoldani a problémát. Arra emlékszek, hogy itt le tudok ugratni én a folyóvölgybe, vagy a tengerpartra, nem mi? Mert itt még sose csináltuk. Ja, lehet, hogy nem is véletlenül. Bár de, itt lehet, hogy lefér. Ja, nem baj, ott már tudjuk, hogy tudunk javítani, úgyhogy csak előre. Nem tudom, merre érdemes menni. Kintről? Bentről? Kintről? Bentről? Mindegy, megyünk arról, arra már jártunk sokat. Úgy szeretünk a jégen menni, az legalább olyan izgalmas. Hát, ha egyszer beszakadok valahova. Az Azovot muszáj onnan, vagy a Tatarin muszáj onnan kiszedni, mert az fontos gép. Hoppá! Egy kis jég. Aztán, ja, most meg már legalább a Voron is szar helyen van. Sem eddig se nem tart. De amúgy azt néztem, hogy alapvetően most három játékot dobott ki az Epic, mert megírtam a izét, úgyhogy a kis cikkemet, de nem néztem, nem gondoltam át igazából, hogy mit csinálok. Az úgyik elég kemény. Jövő hétre Mystery Game van egyébként besorolva az Epic-en, ami egyébként lehet, hogy izgalmas, mert hát, ha készülnek valami dobásra. Az egy-két feladatot jó lenne megcsinálni. Mondjuk ez a Factory Skyline, ez mondjuk pont egy olyan, amit így marha szívesen és örülnék, hogyha kész lenne most már. Ha már egyszer ennyit szenvedek vele. De kéne majd elhozni azt az üzemanyagost onnan a garázs mellől, valahova. Remélem, hogy ezzel a nagy darúval azért fogunk tudni okozni valamit, mert amúgy annyira nem OP, mint amennyire sejt, vagy gondoltam volna, hogy az. Se nem annyira erős, se nem annyira mozgékony. Úgyhogy egy kicsit fura. Én azért úgy alapvetően azt hinném egy ilyenről, hogy ilyen tetődarú, de nem az. Viszont milyen simán ide lehet jutni a jégen, hogyha nem, hogyha tudom, hogy merre kell menni. Amúgy ezt is biztos nagyon könnyen, nagyon faszán meg lehet csinálni, csak én vagyok balfasz, de most ebbe ne menjünk bele, ha egy mód van rá. Márja, ott van bent. Nem látja innen véletlenül a darum? Próbáljuk már ki, mert az tök jó lenne, ha amúgy igen. Á, esélytelen.
Szart se ér. Tehát ennyi, amennyit itt láttok, annyit tud a daru. Gyakorlatilag nem egy nagy eresztés. Jó, én értem itt a súlyviszonyokat, hogy ugye hogyan mozdul, meg miképp. Ez itt milyen task? Ó, itt egy híd. Ez nincs aktiválva szerintem. Hello, mi? Mi ez? Mi kell ide? Egy vas. Hát ez csak a másik térképen van. Most csak azért, mert elnyomtam a factory-t. Az kell. Ez itt egyébként lényeges ez az átkelő? Lehetséges. Jaj, basztus, itt be kell ugratni. Hát akkor lássuk, hogy sikerül-e, vagy nem. Eléggé féltem ezt a kocsit. Attól, hogy nem elég pika. De jó lesz. Nem lesz gond. Az úgy jó volt, ez csak egy defekt. Semmi gond, mert itt föl tudjuk javítani magunkat, úgyhogy nem lesz baj. Ha el tudok fordulni még idén. Ez a nyomorult lábakat, hogy ezt kitaláltak ki, hogy nem lehet ennél jobban behúzni. Tehát simán kilóg a kasznivó, de mocskos módon. Tehát undorító módon. Ezért a voront azt lehet, hogy ki tudom innét húzni egyébként anélkül is, hogy huzamosabban megerőtetném magam. Viszont nekem a tatarin kéne nagyon. Hello. Azaz. Most próbálja magát fölborítani, az nagyon izgalmas lesz. Nem csak próbálja, igazából jó úton is halad. Hello. Jó, kicsit változtatunk a koncepción. Így mondjuk, és letappalunk, az lehet, hogy segít a helyzetem. De lehet, hogy nem sokat. És mit is csinálok? És ezt akarom egyébként innen elhúzni, de ahogy elnézem, ez sem egy működő dolog. Ezek a daruk nem érnek semmit. Azok mondjuk még jó is lehet, várjál már. Ezt a fődarúzzuk, elengedjük. Aztán le. Azaz. Az így már működőképes lesz. Viszont az lenne a tuti király. Hogyha ugye a izét is ki tudnám onnan szedni. Ez mondjuk még kevésbé hülyeség, hogy most csinálok. Na várja. Oké, voron. Hiába mindig ez van, amikor egy pár napot kihagyok. Hogy szerencsétlenkedek itt, de mocskos módon. Aha. Nem, ez egyszerűen azt a nyomorútat onnan ki kell valahogy pecázni, mert nem férek hozzá semmihez tőle. Viszont így meg nem férek hozzá. Meg nincs üzemanyag, basszus. Na várja, tehát a rimba sincsen valami túl sok, hát akkor az azokból nyerünk majd egy kicsit. És kirántjuk innen az azokval. Hozzá valami, hogy úgy, hogy jó legyen. Azaz. Menj az útból, légy szíves. Hát ennél jobban is mehettél volna, de mindegy, most nem nyitunk vitát. Ez volt a szép új autóm. Már nem szép és nem új.
Most már be van avatva. Jó. Na húzz innét az útból, légy szíves. Egyébként itt át lehetett volna menni. Még oda nem tudom, hogy fogok becsalinkázni, de először csak legyen meg a... Legyen meg a tatarin. Jó le van épülve szegény azov is amúgy. A defektjével meg mindennel. Aha. Így nagyon jó lesz. Nem ezt akartam, hanem ezt. És akkor próba egy. Lehet az lenne a legegyszerűbb, hogyha nem darúval próbálkoznék, hanem csak simán. Aha. Ez így. Ja, már hiába engedem el, valószínűleg ez innen le fogja csapni magát. Ha csak nem csinálunk valami őrült dolgot. Én ezt kikötöm oda hozzá. Szúrunk neki egy előrét. Akkor történik valami varázslat? Jó, most ezt így nem engedi el, az addig jó. De hogy most meg se előre, se hátra nem megy a dolog. De, benn van. Azaz! Oh, micsoda küzdelem volt, te jó ég. Na, ennyi. Ennyi! Nem is volt nehéz, á? Ugyan. Ne hülyéskedjetek már. Mondom, hogy ezt valószínűleg sokkal könnyebben is meg lehet csinálni, csak én balfaszkodtam itt össze-vissza. Ja, mert amúgy itt, hogyha itt ugratok át, akkor lehet, hogy jobb lett volna a dolog fekvése, de mindegy, mindegy. Jó, ez így is. Jó, nem megyünk ezek... Ezekkel sehova, majd csak max a másik oldalra, hogy itt felreparáljuk. Viszont akkor annyi lesz a feladat, hogy itt a tatarinnal... Hát... Itt hátul nincs kerítés véletlenül. Körbe kéne menni, hogy megnézzük, mi a helyzet. Csak beraktam oda azt a szerencsétlen Scoot Fuel Trailert, úgyhogy először akkor erre jövünk körbe, és akkor úgy szedjük ki. Mert az fontosabb. Itt már legalább feljavítani fel tudom magamat, azzal nem lesz nagy baj. Hú, hát azért ez nagyon kellemetlen ez az egész, amit itt csinálok, de mindegy. Mert haladunk. Már csak a loading zone van. Javításra fel. Nem így, hanem először javítunk. Jó. És oda kéne átjutni. Ugyan már. Ne nevettes. Bum, bele a betonba így orral, nem baj. Ja, üzemanyagot akartam egyébként kihozni, de mindegy. Mert ez most már itt legalább easy. Egyébként, ja, lehet, hogy ott a hótól ott át lehetett volna ugratni. Azt a mindenit, micsoda feladat volt, totál nem érte meg, de...
Nem baj, megvan. Ez megvan. Ezt a parkúrozós részt, ezt itt egy életre elfelejtjük. És kihozzuk onnan a kis trailerünket. Hol van az? Itt volt az benn valahol. Ja, ott van. És így már is helyreállt a világrend. Most ide átjövünk az összes mahinával, és akkor legalább megjavítjuk őket, ha már így áll a történet. Ó, hát itt tele vagyunk üzemanyaggal. És újra folytathatunk valami olyan feladatot, aminek van is értelme. Jaj. Na, menjünk az Azovval, mert ez defektes. Meg hát van baja bőséggel. Nem fogok hazudni. Az úgy jó volt. Az a kerék már nem lehet defektesebb szerintem, úgyhogy nem baj. Aha, hogy csúszik. Ez nem nagyon akar kitalálni egyenesen. Ez teljesen jó volt. Lukas az üzemanyag tartály, de teljesen jó volt. Ezeket nem erre találták ki, de nem baj, mert ide se jövünk be többet, csak javítani, úgyhogy... Úgyhogy minden el van felejtve, az az igazság. Jó le van élve, basszus. Mint a múltkor, amikor láttam szegény teherautót, pont előttem kapott defektet az autópályán. Nem vettem volna a helyébe, mire azonnan kíván szorgott valami olyan területre, ahonnan már használható dolgokat is elér. Ez milyen kellemetlen szituáció lehetett. Repair. Úgy. Párszor ezt el kell játszani. Le vannak élve a gépek. Na most már jó. Most már fasza. Jöhet a másik. Ővel is kiugratunk innen. Hát ez is jó állapotban nagyon. Azért ez bika. Harap azonnal. Ez jó cucc, ez tetszik. Csak nem szereti adni a terepet, de egyébként nem lesz vele baj. Kell ide hozni ilyen vasat, meg fát, meg ilyeneket, arra szerintem pont optimális lesz, mert ugye tud magának pakolni. Az sokat számít azért egy ilyen környezetbe. Beugrunk ide. És őt is rendbe rakjuk. Ennél jobban. Húha, annak a váltója is ekkorát sérült. Pont elég volt. Pont elég volt, de durva. Tökéletes. Pakoljunk fel. Azóta elég kevés pontot tud magával szállítani, de hát mit várunk tőle, tehát ez így teljesen jó. És akkor itt voltak olyan főküldik, azt hiszem talán főküldetés is maradt, ugye? Vagy tököm tudja. Menjünk, nézzük meg a knee deep-et. Ez ott valahol lent van valami folyó túloldalán. A vasat, az a vasas, ez a hidas építős, ez... Aha, ehhez csak vas kéne.
Ami van ott. Ó, akkor megyünk haza ezzel a döggel, aztán ezt az utat megjárjuk vele szerintem, pitty-putty. Mert akkor legalább itt a hídon is át tudok kelni. Most ez lesz a feladat, én azt mondom. Itt a jégen úgyis jók vagyunk, ott lehet haladni. És azzal talán nem lesz gond. Onnan meg lehet fővenni vasat. Jó, ez tök jó. Akkor megyünk is. Át is ülünk akkor a voromba, ha már úgy szépen összeraktam. Megtankoljuk. Mondjuk annyira nem nagyon. Hát főleg így. Hát is ki lehet menni igazából. Nem tudom, miért 82-t akar elkérni tőle. Elrángassuk meg, töltsük, ha már úgyis arra megyünk. Tök mindegy, melyik után lifeg, úgyhogy elvisszük, megtöltjük, kézzük. Hűha, érdekes dolgok történnek. De már megszoktuk. És akkor hozunk vasat, hogy ez a híd kész legyen. Azt mondom, az ideális. Testhez álló, meg ilyenek. És ez azért nagyon magabiztos, mert hogyha véletlenül kifogyunk, akkor még mindig van mögöttünk egy 500 liter. Mondjuk annyira hülye vagy, fiam, hogy az fájdalmas. Mert sokkal észszerűbb lett volna, hogyha mindet megtankolom, akkor már itt kint. És akkor úgy megyek vissza, és akkor már van értelme kerülni esetleg. Csak nem gondolkodok, és az jelenthet némi problémát azért. Egész rövid távon jelenthet némi problémát. Így. Meg akkor már ezt is. Mert simán kifogyasztottuk, úgyhogy nincs itt semmi probléma. Ez itt ketyeg. Ez mióta ilyen szerencsétlen, hogy itt ketyeg? Miért csinál ilyet? Tény, hogy nem állítottam le, de most nem menjünk bele. Na, irány. Irány, vaszély. Igazából azt néztem, hogy alapvetően nagyon jók a küldetések. Hújújúj! Úgyhogy nagyon nem lesz baj, szerintem simán lehet velük haladni. Úgyhogy elméletileg ugye ez csak bemelegítő amúrra, ahogy azt a többször is említettétek, úgyhogy hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a valóságban amúgy mit jelent, ez a kijelentés. Kicsit lassabban kéne átkelnem ezeken a szarokon, és akkor talán maradna teherautóm is. Későbbre. Várj, honnan jöttünk? Nem, annak, nem arra kéne menni? Most elbizonytalanodtam. De hogy nem. Jók vagyunk, jók, jó, arra kell menni, ügyes vagyok. Nem vagyok teljesen töketlen, csak néha elbizonytalanodok.
Nem merek közel menni ott a sziklának a belső felén, jobb lesz nekünk ez a jéges genyó. Csak hogyha egy kicsit lassabban mennék át rajta, akkor lehet, hogy maradna futóművem. Ja, mondjuk így. Ez sokat számít, ahogy elnézem. Mert kétszer szétvertük már. Ja, és ott van a kikötő, igazából már innen látszik. Ha éppen tiszta idő van, az jó volt. Megy a slalom itt a jégen, hogy ne szaggassuk szét a izét. Az hogy elrepült az a cucc? Oda föl! Hello? Semmi gond nincs, csak azóta is barrelról van hátul, de ez az a legkevesebb problémánk, hogy elnézem. Az nagyon flash itt a jégen izéni peretni neki, tehát azért így elég para bizonyos tekintetben. És itt a fák között a Tatarin át tudott kelni. Most a kérdés inkább csak az, hogy ez képes rá, vagy inkább hagyjuk. Ezt csak egyféleképpen tudhatjuk meg. Úgyhogy keresztben nekivágunk itt fölfele menni. Nincs itt semmi probléma. Van itt egy pár szikla, az még jelenthet. Ez itt milyen kerítés? Mert ha elég lágy, akkor lehet, hogy itt át tudunk haladni. Jaja. Nyitunk itt egy hátsó bejáratot itt a műhelyhez, és akkor azért itt kicsit olcsóbb lesz a kenyér. Az a baj, hogy ezzel így vontatni elméletleg ugye nem tudok. Tehát ha minden igaz, akkor ezt úgy kell eszközölni, hogy az... És hát úgy kell beleszámolni, hogy az mindenképpen így legyen jó. Először megpakolunk, majd utána jövök kifele, vagy akkor megyünk megtankolni. Több maradjon. Úgy. Kell nekünk egy vas. Köszönöm. Meg egy daru. Meg lábak. Az sose baj. De furák ezek a lábak, hogy így fordulnak ki. Fura ez a hang, szerintem megkergült a scoot trailer. Azért már nem kér be annyi árut tőlünk a játék, mint a izén Michigani térképen. Nem is értem miért. Itt most tovább a környezet, aztán gondolom így próbál egy kicsit kímélni minket. Úgy. Na, kifordul. Ez jó, ennek jól fordul, hogy ez tetszik ez a kocsi, ez tök jó lesz, ha így marad. Vagy legalább így. Ajjajjaj. Csak azért se jó, de nem baj, mert... Most már jó lesz. Sokba fáj, de ez az ára, hogyha így akarjuk ezt csinálni. Na, akkor viszont vissza az izébe. A voromba. Mert hogy akkor ezt így nem tudom visszakötni, persze, hogy nem.
Jó, mindegy, majd beállítjuk. Nem repair, hanem refuel. Nem onnan, nem refuel, hanem C. Na, valami ilyesmi. Most ezt direkt csinálod, vagy mi a gyász van veled? Normális vagy? Véletlenül is látnám az orrát. Nézz oda! Tudod mit? Igazából annyira nem érdekel. Tehát, hogyha így is jössz utánam, akkor aztán engem mit zavar, hogy most melyik irányba dősz. Húzhatlak én ebből az irányból is igazából. Hogy? Na, hello, indulás. Sőt, lehet, hogy ez így még jobb is neki. Ó, micsoda tiszta át, menna. Kis kaput csináltunk ide. Az áthaladási dolgot akartam valahogy megfogalmazni, csak nem sikerült igazából. Azt, hogy megállt. Épp csak a féket nyomtam, azt úgy. Komolyan vette, bakker, azonnal. Ott a repülőjegünk. Nagyon dögös. Az, ami megfordított, az mondjuk arra még azért haragszom egy kicsit, de amúgy már megszoktuk, hogy ezek így pattognak. Bam. Nem mindig indokoltak a sérülés szerintem. Most mondjuk azért én mondjuk nem így, na mindegy. Azt hittem majd gurulni fog, de hülye vagyok, belemegyek a legnagyobb szarba. Hát ez így nem biztos, hogy jó. Annyira bambultam az utánfutóra, hogy elnéztem és belehasítottam ide a cuccba. Na, megint ügyes voltam. Kifele hátra esetleg? Hát ez már se előre, se hátra, hogy elnézem. Ó, az édes nénikédet szaporodtál volna bele. Ez nem biztos, hogy jó lesz, maradjunk az azonnál. Többet mentek basszus mostanában, mint amennyit haladok. Ez úgyis vissza kéne menni a garázsba, mert jó ez itt darusként, hogyha nagyon muszáj, de mondjuk eddig csak úgy volt használ ezen a térképen. Aha, ott áll valahol a jég közepén, ugye? Valahol. Melyik sziklánál rohadtam le? Ennyire messze voltam még? Azt hittem, hogy már itt volt tök közel. De ott van a jég közepén, jó, megvan.
Ja igen, mert itt szoktam kívülről menni. Pontosan azért, mert ugye ott vékony. Hát most bele, most ott jól elbaszarintottam, ott ugye rendesen a közepébe bele. Beledurrantottam. Azért jöttem csak ezzel igazából kimenteni, mert ugye ez, ennek legalább izé gumia van. Jaj, nem hozza az izét, várja, ez úgy nem lesz jó. Jó. Várja, change. Mert hogyha még nem még eléri, akkor az nekünk még full jó. Na, húzzunk. Aztán majd az izével, azzal a Dennel fogunk majdnem sokára szerintem visszamánszorogni, úgyhogy útközben fölmegyünk itt az erdőbe, és akkor lehozzuk azt az utánfutót, amit az a szerencsétlen ugye nem nagyon tudott lehozni, mert hát, na hát picike. Viszont mivel azt meg megkaptuk, azt meg ugye elvisszük magunkkal valószínűleg a garázsba valahogy. Nem tudom, mit fogunk vele kezdeni, vagy hogy hozzuk le onnan, de ajándéklónak ne nézd a fogát, úgyhogy mindenképpen boldogok vagyunk és örülünk neki. Nem kéne megint beleszaladni a izébe, szarba. Itt azt nézem, hogy itt nem nagyon kéne átkelni, ugye? Hát mindegy, azért van ott a híd, úgyhogy innen könnyű fölmenni, innen fölmegyünk, aztán meg lesz csinálva. Ez nagyon megy ez a gép, bár zabál is, de egyébként nagyon megy. Igazából szerintem itt le is rakjuk, mert hogy nem fog kelleni. És így sem sikerült teljesen megjavítani ez röhely, de mindegy. Csak alig volt szétverve. Na, adjuk le az anyagot. Oda az örökünk, azt lepattintjuk. Ezt akkor lehet még egyszer megtölteni a tatarint pontokkal. Illetve el lehet nézni erre is, itt ebbe a sötét foltba, hogy ugyan mi van itten. Na, adj egy hidat. Hú, de rég láttunk már ilyen animációt. Remélem, nem több részből álló. Tök király, na, akkor az kész is. Na, még a végén pénzeket is keresünk. Mi a franc? Ha úgy kattintanék bele, hogy... Aha, úgy. Ah, és jöhet a kedvencünk. Mármint, hogy... Ja, ez a gép. Mindennél is jobb. Gyorsan feltöltjük még egyszer. Nem sok ez a javítópont egyébként, mert a futóművet talán egyszer lehet rendbe rakni vele. És utána ki is fújt, tehát hogy olyan hű, de sokat nem segít. Mit akar ez tőlem? Egyelőre nem tudom. Ide kimegyünk, ez a fork. Quest unclear. Pont ez van izéve? Meghagyva.
És honnan kéne nekem fát fővenni? Aha. De honnan? Vagy ez itt pont egy műhely? Vagy mi az Isten? Fűrészmalom? Érdekes, ez itt egy fűrészmalom. Hát, akkor szerintem wooden planks, meg fűrészmalom, meg ilyenek. Valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy hozzuk akkor a New Objective Abandoned Convoy. Ne csináld már, még mennyi van? És mit jelent ez? Ó, te jó Isten. Pont onnan, ahonnan kiszedtem ezt a cuccot. Ami magától biztosan nem fog kijutni, mert totál szét van hullva. Tényleg ezt sosem néztem még meg belülről. Ó, te jó ég, mik azok a karok ott a háta mögött? Jézusom, az ott nem a váltója, ugye? Ezt jól lehet vezetni akkor. Milyen kis csúnya. Na. Hát, ja. Szóval jó helyen van az a cucc, mindegy. És gondolom ehhez, ja, írja is, hogy darus kell. Mondjuk, ha oda föl kell menni a forecastbe, akkor... és innen lehet fát fölvenni. Az nekünk elméletileg full király. Mert akkor fogom ezt a verdát, és akkor először is nekiállunk ennek a forecastes dolognak. És oda megpróbálok oda fölmenni. Hát azt nem mondom, hogy szaladni, mert az erős túlzás lenne, de megpróbálunk valahogy oda eljutni. Itt a folyón át tudok talán itt ugratni úgy, hogy az jó legyen. Úgyhogy hajrá, ez jó lesz. Ilyenekkel kell haladni, mert a főküldik azok nem olyan nagyon vészek. Ami nem igaz, mert de, csak talán ezek mondjuk így előrehaladás ügyileg többet adnak. Akkor ezt most megtankolom, ezzel elmegyünk oda föntre, és talán még visszafele meg tudom járni vele. Mert iszonyat éhes ez a gép. Lehet, hogyha az izével csinálnám azóval, akkor jobb lenne, de annak meg nincs daruja. Nagyon szomorú egyébként, annak ez egy nagy baja van. Hogy vagy utánfutózni kell vele, meg hát a fordulóíve szar, tehát azzal azért mondjuk úgy utánfutózni, hogy közben tudjuk, hogy hogy fordul, azért az le tud izzasztani néha. De ezzel nem lesz baj, ezzel a kocsival, ez tök jó dolgozik. Ezen itt most frankon megtankoljuk telire, úgy talán nem lesz gond. Elvégre az egész térképet átszaladtuk vele kelettől nyugatig, úgyhogy... Aha, és itt van fakitermelő izé is, ha jól látom. Azt mondjuk még nem mutat. Ott is van egy taszkia, nem, oda kell hozni a izét. Itt miket lehet amúgy összeszedni? Milyen anyag van itt, hadlám? Van hosszú, meg közepesből úgy bőséggel, tehát nincs ilyen megkötés, hogy kevesebb, több darabszám, stb. Ez így full jó. Na, egy plan kell csak. Ennyiért fölösleges oda menni. Nincs még valami, ahova fa kell? Most megnézem, mert úgy emlékszek, mintha lenne. Aha, oda is fa kell. Igen, explore. Wow. Restore, ez nem. Knee deep, jó, ez nem.
Abandoned Convoy, igen, ezért azt, ez az olajat akarom mostanan lehozni, az úgy még jó lehet. Service, Zélo, szar. Hát mondjuk lehet, hogy ezt fogjuk majd egybe. Vagy menjek most egybe, és akkor lerakok itt egyet, meg itt egyet, aztán vissza. Mert az is benne lehet a pakliba, hogy az is, az se hülyeség. Mert akkor ezt meg a Shabby Guardhouse-t, azt ott egymás mellett meg lehetne csinálni. Igen, az, az se hülyeség. Hú, oda föntre párat fordulni kell azért anyaggal, mert ez se rossz. Igazából, ja, csak azt kell kitalálni, hogy melyik az az útvonal, amelyik a leggyorsabb. De bár itt, itt a jég azért az sokat segít helyenként. Mert elég sok helyen át lehet ugratni. Már szerintem megcsináljuk ezt a... átmegyek ide, és fölteszünk egy ilyen spare parcot is. Jézusom, mik vannak? És ez honnan? Ja, onnan fentről. Ja, az az egy doboz, ami ott volt. Aha, azt már egyszer megtaláltuk, az már főtűnt. Hú, van itt meló. Jó, akkor annyit csinálunk, hogy most átmegyünk, és akkor fölkapfakulunk egy izét is. Egy ilyen service spare parcot. Ezen az úton itt még úgy se keltem át, de hát remélem, hogy át lehet. De nem lepődnék meg, hogyha valami miatt nem lehetne. Na, valami ilyesmit kéne előadni. Megtankolunk, a kis angyal. Úgy jó telire. Pont 100, pont 100. Így volt tervezve. Fogyasztás ügyileg, meg minden. Hol megy itt az út? Érdemes nekem itt ezt itt nem megkerülni? Hát mindig menjünk körbe, ez ilyen biztonságosnak tűnik. És akkor a házhoz megyünk, meg a villanypóznához. A villanypózna az jó, ott már egyszer sikerült Frankon főborúnom. Konkrétan lehet, hogy üzemanyagban akkor spórolnám a legtöbbet, hogyha fognám a yard, meg hozzá egy megfelelő méretű utánfutót. És akkor, aha, ja, ezért volt itten így. Az úgy jó volt. Az úgy még jobb. Aha. Hát ez cumi. De legalább föltettem ide úgy, hogy le se jön. Mi meglepő, hogy nincs egyszerű út. Tehát, hogy ki gondolta volna. Az a kérdés, hogy ez itt mennyire jég? Nem annyira, de nem is vészesen nem az. Kikapcsoltam időben, mert amúgy rossz gombot nyomtam, de... most ebben menjünk bele. Jó, úgy néz ki, hogy igen. Ez talán a tajgához képest, itt teljesítményben majdnem ugyanaz. Csak talán nem zabál annyit. Bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy erre számítottam. Mert nem. De az annyival jobb, hogy ott nem kell gondolkodni. Ott csak így nyomod neki előre, aztán valami lesz. Hát azért így átugratni egy sínszálon azért. Köszönöm szépen, valószínűleg a csuklóm az megérezni így a
szervon keresztül, hogy hello, mi van. Hát ide is kényelmes bejönni, hogy őszinte legyek. Jó, és akkor csak egy spare partot viszünk, meg hát annyi fér fel. Ez csak egy ilyen kis egyszerű dobozka. Semmi extra. Talán bírja a dalu is. Így, nagyon király. Ja, hogy nem is úgy kezdtem berakni, hogy én beraktam. Nem baj. És akkor megyünk, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy pontosan hova, de megyünk. Itt jöttünk végig az előbb is, ugye? Aha. Hát ez itt egy elég kellemetlen út, de szerintem ez itt megjárjuk. És oda szerintem itt a jégen keresztül, ha átmegyünk, utána itt alulról tudjuk venni az akadályt, aztán lehet, hogy itt is ki lehet jönni, de inkább föntről majd, föntről lefele, én azt mondom. Miért akarok kimenni a sinen? Hello, ott az út. És itt is van ilyen time challenge, ez nagyon fontos. Conquestek azok pont arra valók ezen a térképen, hogy legyenek. Jaj, de jó, ezt a részt mindig elfelejtem. Aha, jó volt. Hát, hogyha végig lassabban mentem volna, akkor nem ez történik, de... Bár mondjuk fizikailag, meg miért ne? Ja, hoppá. Elfelejtettem, hogy el kéne engedni a kötelet. Ilyen is ritkán van. Ujjjjjjjj, csak fő ne dőljön, csak fő ne dőljön. Úgy. Tápenjük azokon a rönkökön, ugye? Az az, igen az az, ez nagyon jó. És megkerüljük jobbról. Onnan volt ajánlatos. Kicsit ráfékezünk, nehogy elszálljon a futómű megint a francba. Hűha. Hát az kicsit kileccentizve. Itt ezt a sziklásat kéne még valahogy úgy megkerülni, hogy az jó legyen. De mondjuk jó, ez azért elég magas. Azért nem akarom tönkre se tenni. Na jó, van fogyasztása ennek a dögnek. Nem is kicsi. De azért talán elég effektív tud lenni, ahogy elnézem.
Jó, itt a difizárral trükközni kell, de egyébként nem olyan gyász. Csak azért fontos, mert ugye nem mindig kell, és ezt ő is tudja, és akkor ezzel akar itt engem lesérítani. De itt például már teljesen jó lesz, hogyha van. Hoppá! Ott nem férte el. Oda. Aj, bazzek, hogy a francba jutottam én fel oda? Még egyszer már voltam ott, azt tudom. Csak nem ebből az irányba jöttem, fogadjunk. A sziklákon? Nem akarok a sziklákon menni, mert félelmetes. Upsza. Nagyobb volt a gödör, mint gondoltam. És ezt azzal jelezte a szerkezet, hogy letette az orrát. Na, ne most húziskodj, ha egy mód van rá. Ó, de jó, még ott akadj is el. Kérni akartam volna vala. Akkor tudod mit? Akkor nekivágunk amarra. Amarha. Valahova, valamit esetleg. Mondjuk így. Az lesz a tuti. Igaz, hogy előrefele nem halad, de legalább oldalra igen. Hogy? Neste, itt van. Fú, most a sebi. Na, oda átugratunk. Már voltunk egyszer. És valahogy itt úgy kell kijutni, hogy jó legyen. Hát ez a szikla, ez nem az a jó. Az se, igazából, de legalább szar. Ez jó így, ha kombinálok egy-két feladatot, akkor legalább lehet vele haladni. Itt van valahol az út. Vagyis hát, ja, az. Nem sok, de az. Ja, mert ezen az úton nem jöttünk még itt föl, mert nem találtam meg. Helyette itt fővágtáztunk itt a mindenféle fákon, erdőkön át. Na, hát ezzel pont innen indultunk az előbb. Úgy, teljesen tökéletes. Csak most visszamegyünk, felpakolunk service per parcokból. Közben valahogy útba ejtjük az üzemanyagot, meg a... meg úgy a tatarint, hogy javítani is tudjak vele. Hogy ne legyen baj. És akkor fölviszünk két szerviz cuccot. Hol jöttünk itt? Tehát merre van? Merre lesz? Ja, valahogy itt erre, igen.
az old Meteo Station akkor az most kimarad megint. Mert hogy most nem oda megyünk akkor. Még kicsit mellé. Nem adta ki főnök, nem adta ki a kanyar. De biztos bele nem megyek még egyszer ebbe a jégbe, az is biztos. Áj, áj. Hát tényleg nem adta ki. Pedig ez jó fordul, nagyon ezt tetszik ez a kocsi. Egy kicsit sokat zabál, az mondjuk már kevésbé jó. Kicsit jobban ki kell vele matekozni a témát, meg hát állandóan összeverem, az se sokat segít a helyzetünkön. Ez se adta ki. Hopp, oszlop, meg minden. Bevillog, besegít. Melyik feladatot keresjük? Nem, még mindig nem. Nem. Várjál. Ez se az. Új, itt vannak ilyen izék. Ezekre jó a tatarin. Jó, ez ilyen fapados cucc, ez a legelső. Ez hol veszi föl? Jó, hogy itt van valahol kint. Ó, nézd oda, mik vannak itt feladatban. Aha. Ott a helikopternél. Melyik volt az, amelyiket keresem, és nem találom? Jó, azt az armisot mondjuk nem pont lehetne hozni. Ez a supply. East Camp. Új, hogy oda ki kell menni a halálba. Akkor lehet, hogy visszafele a Light Brothers-t kéne kihúzni valameddig. Amatőr mechanik, ide kéne elvontatni. Ez ugye azért elég komoly. Na mindegy, ezt szerintem ennek nekivágunk, aztán meglátjuk, hogy üzemanyaggal mennyire jutunk messzire. Most ez melyik volt? Ez. Ebből legalább van anyagi haszom. Mert szerintem itt, hogyha kiugratunk, itt mondjuk valami kis nyugagyi úton, vagy akár itt, akkor itt a jégen ugye itt át tudok valahol jutni. És akkor itt fel, ott egyet le, meg ott is egyet le. Mondjuk oda nem tudom, hogy jutunk át, az mondjuk még neccös. De talán megoldjuk valahogy. Először azért főszerelkezünk anyagi haszonnal, valamint anyagi javakkal. Úgyhogy kihozzuk a... valahogy az útba ejtjük a tatarint szerintem. Meg legyen tankóva, meg legyen javítva a gép, sárkány. Talán annyi javítópont van is benne pont. Készséggel odaadja nekünk. De aztán azért mondom, lehet, hogy az ilyeneket, amik ilyen könnyebb dolgok, lehet, hogy jobb lenne magával egy izével, egy scoottal vinni. Tehát a franc tudja. Az a baj, hogy a tatarinra nem lehet rákötni, a jarra még csak rá lehet. Nem tudom, hogy melyik az ideálisabb jószág erre a vidékre. Mondjuk ezzel egy ilyen lehet lenni. Na, mondom, itt egyedül az a bajos, hogy a fogyasztása az borzasztó tud lenni. Nem tudom, hogyha kiveszem összkerékből, mennyit számít. Szokott, de nem sokat. Meg
irányíthatóságból lehet, hogy viszont sokkal többet bukok, mint amennyit vesztek. Ha itt kimegyek, akkor is rohadt messze van a Tatarin. Rohadtul nem esik útba, mindegy. Kimegyek itt a idáig mondjuk, azt oda, itt ezzel meg átmegyünk. Viszont nem, mondjuk nem árt, hogyha fő vagyunk pakóva extrákkal. Difizál meg összkerék, meg ilyenek. Nem tudom, hogy egyébként az úton, vagy az olyasmi szerűségen jövök-e. Szerintem nem. Megjavítani lehet, hogy nem fogjuk még most. Ott kint van ugye egy izé. Egy javító cucc, ilyen üzemi utánfutó, úgyhogy csak a tankolás miatt kell innét ezzel elindulni. Úgy fordulok ezzel így meg, mint tényleg a Schweinba, amikor nekivágott a dolognak a csávó, és akkor így össze-vissza ment a vontatmányos. Hogy kellett itt átjutni? Gyorsan? Aha, elég gyorsan. Ott lent valahol, ha minden igaz. Aha, ott van, már látom. Így, és akkor itt megtankolunk. Azt nagyon kerekeket, vagy nagyon kereken tudok most tankolni. Hogy kijött megint 200-asra. És akkor ezzel meg, hát szerintem itt elindulunk erre kifele. Valahogy. Szerintem az úgy ideális lesz. Vagy ott már nem tudok átugratni? Csak a izénél tudok, itt délinél. Hát itt is mentünk már át szerintem. És akkor azért mondom, hogy akkor valahogy így, itt erre. És akkor itt át. Szuggerációs villámkapa, szervusz. Hát ilyen későn még fent. Mondom ezt én. Erre fölzörgünk, szerintem ez így ideális lesz. Azt utána ki a halálba, mert az nagyon messze van. Hát oda nem lesz egyszerű kijutni. Vagy onnan kéne kezdeni, és akkor talán visszafele még kijutok. Ja, az se lenne feltétlenül hülyes. Hát először jussunk el ott a jégig, aztán meglátjuk. Remélem kibírja a kocsi, mert eléggé leéltem, hát majd ezt vigyázni kell a kavicsokon, meg a ijeges genyókon, hogy ne küldjem oda nagyon. Úgy, eddig jó. Azt kell nagyon szemmel tartani, hogy nehogy ráfussak még egy olyan adag jégre, ami ilyen valósülne el.
Hú, telibe átveretünk, ez itt egy jó szakasz. Deja vu. Jaj. Itt még mehetek belül. Ja igen, itt még jó, itt még nincs gond. Ja, itt az Azov, na itt kell belül menni. Mert itt már beszakadtam az előbb. Mondjuk itt is el lehetne menni ott lent, de hogy... Itt se bonyolultabb. Hát itt is csak óvatosan ott a külső ívvel. Mert hogy nem tudom, hogy ez itt... Mennyire lesz jó. Ez itt viszont tuti, hogy jó. Itt át lehet ugratni. Már másztunk át. Így, ennyi. Ennyi, kész. Aztán már robogunk is éjszaknak. Vagy hát igen, ugye most kéne akkor gyorsan kitalálni, hogy... Hogy éjszaknak, vagy keletnek. Mert akkor ha keletre kijönnénk... Na várj, ezt újra ki kell találni. Itt van valami útszerűség dolog. De oda nagyon nagy szopás kimenni. Főleg, hát ja, oda mindenképpen szopás kimenni. Csak hogyha muszáj, akkor meg muszáj. Itt azt hiszem úgy oldottuk meg a Tatarinnal, hogy ugye átmentem itt a hegy oldalon. Menjünk el arra, mert az nagyobb szopásnak tűnik. Aztán, ha nem, nagyon nem megy, akkor újra tervezünk. Itt szerintem észszerűbb leugratni itt a... Bár mondjuk, ha föntről akar, mindegy. Menjünk el odáig. És akkor az talán úgy jó lesz. Hopp, már most buzizik a jég. Emiatt már borultam egyszer. Hova kell itt menni? Arra föl. Jó, arra föl megyünk, nem gond. Azt hittem itt van valami útszerűség, de nem nagyon látom, hogy hol van. Nem egészen vagyok biztos benne, hogy amit csinálok az az, amit kijelöltem, vagy hát azt jelöltem ki, amit akarok. Mert ez keservesen sok üzemanyagba kerül, és nem fogok visszajutni már onnan. Mi az ördög van itt? Itt van valami út, csak én nem látom. Á, kizárt. Itt átlettem baszva szerintem. Arra le. Én kérek elnézést, hát te pont úgy néz ki, mintha itt lenne út. Ez izzasztó, ez a térkép, hogy őszinte legyek. Határozottan. Hogvi mester, igazad van, jó, ez jó. Erre a játékra kifejezetten is igaz, hogy ha nem jutsz oda egyenesen, akkor el kell kezdeni gondolkodni. Van itt valami csapás nyomszerűség elrejtve, álcázva. Csak hogy eléggé gyenge. Itt mondjuk azt mondanám, hogy itt erre. Úgy, köszönöm, most kivételesen jó volt a szikla. Hop, hop, úgy, jó. Bum, nem fért ki, jó, nem baj. Mondom, oda föl a hegy oldalra, ott mondjuk majd megpróbálok cselezni. Mert ott nem szívesen másznék ki a sziklán. Hoppá, diffizer benn maradt. Igen. Most az nem tudom, hogy jó ötlete, amit csinálok. Jó, hát csak csináljam rendesen. Ez jó egyébként, ha tud egy rövid utat az erdőn át.
Mondjuk az egyenesnél mi a rövidebb? Sokak szerint a görbe. Ezt akkor mondták, amikor elkezdték megcsinálni az M0-ás Budapest körül. És azóta sem gyors. Tehát, hogy... ez egy probléma van, csak valahogy nem sikerült. Nem mondom, hogy rosszul haladunk, de nem is vagyunk gyorsak. Ó, basszalak meg, hát ez milyen út? Én azt hittem, hogy itt van. Persze, a kis fákat ragad meg, mert az olyan vicces. Na, kijutunk még idén? Na, most mondjuk egy nagyobb gáz, hogy... Azaz. Ilyen hülye helyekre szállítmányokat vinni amúgy nagyon durva. Kis jelöltem tovább, na akkor most kell eldönteni, hogy elmenjünk az erdőn át szerintem. Hát, ha erre jobb. És akkor ott kell majd főmászni ott a domboldalra, ha minden igaz. Itt hol az út? Nem itt, na mindegy. Most már megyünk az erdőn át. Hát, ha kijutunk élve. A kocsi se a leggyorsabb azért ilyen terepen. Itt egy kis fát ki tudom dönteni elméletileg. Hát örülök, ha kijutok itt erre a pontra, az biztos. És itt van valami út. Igen, hát ezt akartam én meglőni elsőre is, csak nem sikerült. Mert akkor itt nekem úgy kéne haladni. Meg, annyit beszéltünk róla, hogy egyből áthasítottam rajta, mert akkor itt valahogy így kéne nekem át veretni. Azonban a sziklám tuti, hogy nem megyek le, meg föl, meg semmi. Az a tatarinnal is izé volt. Ja, ne jöjjön Yeti, az biztos ne jöjjön, mert még a végén elkezdek dolgokba hinni. Egyébként van benne? Sose láttam még ilyet. Hát itt nem férünk át, az nagyobb probléma. Ez probléma lesz. Akkor ott a kis fák között. Ott talán. Az a helyzet, hogy nem lesz elég a gázolaj, tehát ez a kocsi az így ide kicsit többet fogyaszt a kelleténél. Az is egy nagy fa, nagyon gratulálok neki. Az is egy nagy fa. Mindig csak az S betűt hagyom el, hogy ne legyen senkire sértő. Hát a tatarin az jobban vette a havas domboldalt azért. Mondom, az lesz a gond, hogy nem cincáltam magammal az üzemanyagos genyót, mert elhozhattam volna igazából, de... Elmondom, ugyan már... Mondjuk ez láncos gumis, ez lehet, hogy át tudott volna menni a... Hát... És menjünk le oda? Jó, mindegy, menjünk le oda. Itt a gravitáció még úgyis segít. Aztán itt már nem tudom bevenni a kanyart, az nem baj. És akkor repligáz előre. Hát... Voltunk már itt kint egyszer, azt hittem, hogy nem jövünk többet. Hopp, egy kis karcolás. Nem látom, hogy mi történik, mert ugye kamera az nem. Itt már kezdődik a fájdalom? Hát kezdem megtapasztalni amúgy helyenként, de örülök, hogy itt vagy. Ilyen későn? De mi az ördög történik? A többiek most hagyták abba, mi? Láttam, sokan voltak most fönn élőbe. Ja, hát itt már azért lehet olyan helyzeteket előteremteni, amik okoznak némi fejfájást. Itt most a legnagyobb problémám az lesz, hogy innen visszafele már nem lesz elég gázolajom szerintem. Ja, hogy ez... Aha! Akkor ez mint a valóságban körülbelül olyan.
Ez olyan, mint a fekete gyöngy. Aki látta, már nem él. Akkor neked kimesélt el. Azt hogy csináltátok? Nem szinkronizált le megint a játék? Csinált már olyat? Egy megvan. Itt milyen küldetés van? Ez a supply delivery, nem ezt csináljuk most? Dehogy nem. Ja, jó, hát akkor ne idegesítsé. Na, oda kéne valahogy visszaeszközölni magamat. Igazából így már lehet, hogy nem lesz annyira vészes, mert hogyha itt lejövök, itt visszafordulok, itt szerintem át tudok ugratni. Azért néztem ezt a lájkajzét. Az ciki. De előfordul, sajnos előfordul. Velem is előfordult már, amikor hát mondom, most melyiket kell particionálni, amikor még első alkalom, akkor mondjuk mai nap is, tehát a mai napig is félre lehet kattintani bárkinél előfordulat, és akkor az egész így úszott, és akkor ilyen életfájdalom, hogy így miért? Miért velem? Volt ilyen sajnos nálam is. Na, akkor itt visszajövünk, ameddig vissza lehet. Valahol itt ugrattam le. De hát nem tudom, hogy itt visszafele fogok-e tudni mászni, úgyhogy majd meglátjuk. Itt a Tatarinnal főmentem a hegy oldalon, azt tudom. De ugye mivel annak nincsen szöges gumia, az a muszáj is volt, mert hogy itt nem tudott főmászni. Csak azzal nem feszélyezett ennyire az üzemanyagnak a hiánya. Szerintem lerakni még biztos le fogom tudni a szállítmányt, de hogy egyébként minden föntről tudok-e bármit levinni, az már kérdéses. De nagyon sokat számít, hogy ezen ilyen láncos gumi van. Tatarinnak ez az egy baja van, hogy egyszerűen nem. Az nem járt hozzá, de hát akkor meg annyira fullos lenne, hogy tényleg mindenhová is. Ennek ez a kibe kapcsolgatós diarák fenéje, hogy elnézem, mert kellemetlenné teszi helyenként. Benne van a pakliba, ahogy elnézem. Aha, itt ugrattam le. Hát itt most nem fogok leugratni. Most itt majd innen fogok szerintem visszafordulni. Ja, vágom, hát reméljük, hogy összejön azért, hogy odáig eljutok. Odáig még jussak el vele, aztán majd utána kitaláljuk a továbbiakban, hogy mi van. Ki se jelöltem mi, hogy itt merre kell, de még kijelöltem egyet, jó van. Aha, ott kell át, ott kell tovább menni a domb oldalon szerintem. Itt a nyomom, úgyhogy idefele itt kifértem. Az lett volna jó, hogyha föl tudok menni még a nukleáris anyagér. Az a fa, az ott mit érez? Semmi jót legalábbis. Ó, hogy most ilyenkor mi van? Na várjál, úgy kéne, hogy egy jó oldalra. Húha, érdekes dolgok történnek. Szerintem ez lehet, hogy egy újratöltés gyanús téma. Mert ezt a fát így bebugoltattam a vizébe, a fülkébe. És hogy nem igazán akar elengedni szegényem. De, elengedett. Hát ez érdekes volt, ilyen nem gyakran történik. De ezzel se segítette elő az üzemanyag kérdés körét, sajnos. Még jó, hogy nem játszok vele minden nap, basszus, hogy egy heti mentést elbukjak. Mondjuk jó lenne, hogyha egyébként azon gondolkodtam, hogy én soha nem backupolom, hanem hagyom, hogy a szinkronizáció mentsen. Ott maximum úgy lehet elbaszni, hogyha egyébként nem rossz irányból szinkronizálom át.
azt hiszem. Itt ott a szikla mögött ott pont átférnék. Úgy, úgy, menj át, légy szíves, menj át, úgy. És akadj föl. Pont, pont így képzeltem, így, így volt ez tervezve. Hát amióta van, azóta úgy én is egyébként, hogy őszinte legyek, mert... Mert azért régen nem volt sajnos erre nagyon lehetőség, főleg nem mindenhol. Nem minden játéknál, most már szinte majdnem mindegynél. És ott, ott csak azt lehet elmiszklikkelni talán, hogyha mondjuk az ember így nem figyel. Hogy mondjuk megkérdezi, hogy honnan szinkronizálja, honnan töltse be. És akkor rosszra kattintasz, és akkor hopp, úszik minden. Innen föntről vagy át lehet jutni valahogy? Vagy mindegy, innen már nem egy nagy kunst lekerülni, csak akkor ezt a szart innét le kéne húzni. Ezt Like Brothers, ezt, ezt hova kell vinni? Hol vagy? Ja, pont ide. Nagyon jó, nagyon jó. Azt fogjuk csinálni, hogy itt hagyjuk a rákba. Majd, majd a Tatarinnal elhúzkodjuk, hogyha lesz kedvünk. Szerintem én most itt kiugratok erre föl. Aha, és akkor lehet ledarúzom onnan azt a cuccot, és akkor még talán itt vissza tudok valahogy mászni valahogyan, addig, hogy valami emberi helyen legyek, hogy az üzemanyagot el tudjam hozni, vagy meg tudjak tankolni, mert ezt az army cuccot kéne ugye a kikötőbe vinni. Mondjuk, ha az Azovból meg tudok tankolni, már az is előny. Úgyhogy akkor ide följövünk, itt földarúzok, itt visszafele meg ugye le. Itt akkor így. Bírom, hogy minden egyes kattintásnál picit elmozdítja a térképet, hogyha ilyen töketlenül kattingatok, mint én most. Ezt majd kimentjük innen, hogyha nagyon muszáj lesz. Addig elfér. Még fél tangnál vagyunk, hát... Meglátjuk, hogy mit mutat. Ja, lehet, hogy tudnék haladni is. Az is lehet, hogy nem. Nem, mert amúgy ott a célpontunk, Isten igazából. De a másik meg ott van fönt. Új, 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 de megyünk. Miért akarok én ebbe belehajtani? Nem akarok. Úgy, eddig nagyon jó. Na hát ez nem egy nagy kerülő, úgyhogy simán fasza lesz így. És ott van bent a doboz, amiért jövünk. Ezt is csak ez mákon volt, mert ezt a Tatarin napon faszán felfedeztük, úgyhogy ezt így tudtam. Úgyhogy ezt a bedobjuk oda hátra, és akkor ezt legalább levisszük innét, vagy legalábbis valamelyest közelebb a célhoz. Úgy, és akkor már húzunk is vissza, hogy ne fogjon több nafta. Jól néz ki amúgy ez a ilyen hegyi bunker. Totál menő. És akkor itt az lenne jó, hogyha egyenesen ezzel is le tudnék menni. Aha, nem fogok. Vagy de mégis, mert itt lehet, hogy itt az erdőn át jó lesz a buli. Ja, sima. Teljesen jó. Nincsenek nagy fák. És úgyis itt kell lerakni. Ez így jó lesz.
Úgy, nagyon, hát ez teljesen. Kösz, ah, mennyi pénzt adott. Na, és akkor ezt meg le kéne vinni a kikötőbe. Hát lehet, hogy a kikötőig még van elég naftánk. Mert akkor itt valahogy ezen az úton itt lemászok, itt át ezen a jegesgenyón. Így, itt ugrattunk át. Ott el jobbra, mint az állat. Hát itt ezen a szakaszom. Meg itt fel a ezén. Ja, így szoktunk közlekedni. Nem így, így. Így át a garázson. Valahogy így szoktunk közlekedni. Szerintem ennek bele kell, hogy férjem. Csak ne kapcsoljam ki az összkereket, mert az biztos, hogy segít. Tehát még egy párszor úgy is jövünk erre, mert feladat az akad bőséggel. Ja, ott átsorog az a szerencsére. Azt mondjuk lehet le kéne magammal húzni. Mert az magától nem nagyon fog közlekedni. Vagy legalábbis nem tudom, valahogy kijebb vinni innét. Valamennyi üzemanyag van is benne. Lehet, hogy ez így elmebeteg vállalás, de hogy amúgy lehet, hogy segíthet. Na így egybe, románosan. Akarom beindítani, mert nem sok üzemanyag van benne, és nem hiszem, hogy túl sokat érne a nyári gumiaival ez a kis roncs. Úgy kéne, hogy leviszem a jég mellé, mielőtt még átugratnánk, leviszem a jég mellé az utánfutóstól, ott leakasztjuk róla az utánfutót, mert akkor viszont a utánfutót azt újra tudnám tölteni a Dennel, hogyha visszajönnék vele, meg a Tatarinnal. És akkor az úgy teljesen fullos, feltöltött javítókészlet lenne egy szerelvényen belül. És ez úgy nagyon király lenne, viszont akkor lehet, hogy a szerelvényből még felépítünk majd itt mindent, amit lehet belőle. Ez a kis nyomorút, ez nem tudom, hogy lesz-e valaha haszna. Ja, hogy fölültünk, az más. Az is át... Az milyen a futó, míg hogy az átfért alatta? Beszarok. Ez itt mennyire szar ez a jég, ez itt elég szar. Na. Haladni is kéne azért valamit. Még így gyanús jég volt. De nem baj. Elég szar ez így, hogy hátra raktam a súlyt, de... Igen, kim vagyunk itt a jégen, utána már igazából... Azt nem mondom, hogy tapadni fog, mert tapadni nem fog, csak... maximum haladni. Sok kedve van kijutni. Így, hogy vonszolom ezt a szerencsétlent is. Na, itt a jégen elméletleg ugye a láncokkal megtapadunk. És akkor át kéne ugratni lendületből. Ennél nagyobb lendületből. Így jó. Eddig ez így teljesen jó. Itt most megállunk. Átchange-elek a izébe. Mert akkor ezzel elméletleg így most tudunk javítani még. Jó. És akkor ez így elméletleg jó is nekünk. Itt hagyjuk.
valamennyi üzemanyag van benne, úgyhogy ez még hazáig így már elég lesz. Ez a küldetés is simán teljesül, úgyhogy teljesen jó. Itt a repülő jég, ez még mindig megvan. Ez zseniális. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 órája vagyok így benne a gémbe, és még nem töltöttem... Wow, mi volt az? Még nem töltöttem újra a mapot. Ezeken meg csak óvatosan, és akkor talán nem töröm össze magamat újra. Az mondjuk elég masszív. Jó, mondjuk sokat pöcsöltem az elején. Mondjuk ez jó, hogy itt a kerítés meg a zseniális volt. A kerítés meg a hordók itt most ki vannak már döntve, mert legalább nem kell itt nagyon fennakadni. Csak azért húzom ki a kútra ezt a nyanyarátort, mert főtöltjük és akkor úgy rakjuk el. Hogy elég lett a nafta? Pedig nem. Na, fasza volt, csak sikerül még összezúzni. Csak elég lett. Pedig mekkora kört mentem. Nem kicsit. Sőt, igazából lehet, hogy még gyorsan le is adom. Kell ezt leadni, vajon? Ide? Ja, várjál. Igen. Így van, ide. Fű, de jók vagyunk. Teljesen fullos. Kéne vasat vinni az egyik ilyen póznához. Azt még szerintem pikpajt megcsináljuk. Hadd pörögjenek itt a feladatok, amik ilyen esetleg ízibbek. Mindegy, jó lesz az úgy, mint a kicsi lenne a plató, pedig nem. De legalább nem kell sokba az üzemanyag, ez az egy jó dolog van ezen a térképen. Az szar, hogy csak itt lehet főtankolni, de az nem, hogy... Várjál csak. Ah, mindegy, az öt, az belefér. Nagyon kis giliszta ez az autó. De tök jó, jó pofa. Olyan, mintha ez kút lenne, csak platóval. Ugye megnézzük, hogy mit lehet belőle csinálni, hát ha egyébként akár még hasznos is lehetne. Vagy nem tudom, valahova lehet, hogy még hasznos is lehet. Azt a mindenit, mutasd magad, jó össze van törve. Hát a fogyasztása az lehet kifejezetten szar, de legalább nem lesz erősebb. Offroad váltó, az mondjuk jó, abban a durability növekszik. Aktív. Erre, ne basszál föl. Wow. Mondjuk jó nagy kerekei is lehetnek. Itt
a Ryzen meg az aktív az ugyanaz lényegében, nem? Autonóm médium? Mi a szar? Hát ez miket tud? Ja! Ne! Ez tudna izét vinni rönköt. Mondjuk ez kis cuki, ez jó pofa, hogy van ilyen sajátja. Ebbe gondolom csak egy fér. 900 liter. Ez valami elbaszott ilyen scoot-szerű izé. Ne bassz, hogy van hozzá daru. Ezt lehet, hogy érdemes lenne kiépíteni, és akkor... És még van izé is hozzá. Ne ürítsetek meg, ez jó ez a gépem egyébként ilyen elbaszott küldetésekre? Azt mondod? Hát azt nézem, hogy miket lehet rápakolni, hát tök fullos lehet. Már eleve az, hogy itt a loading crane meg a izé elfér rajta. Az mondjuk elég beteg. Az, hogy lehet rá rönkhordót rakni, az mondjuk az még durvább. Azt néztem, hogy a kerekeit nem mutatja hátulról, hogy egyébként nem duplázza? Nem duplázza meg szerintem. Nem tudom, a stabilitása milyen lehet, hogyha így alávágok egy ilyen aktív cuccot. Egyetlen nem is értem, hogy mi a különbség. Az aktívot az ki lehet emelni, a sima Ryzen meg... Hát az Ryzen, nem? Tehát... Azért nézem, hogy egyébként lehet, hogy fullos, egész sok üzemanyagot, tehát egy full tanknyit... Majdnem egy full tanknyit rá lehet rakni. Meg lehet a kis daruja is. Mondjuk ez is tök jó, hogy így üzemanyagot így tud vinni. Ezt tök megérte lehozni onnan. Lehet tényleg ki kéne építeni. Nem is lenne olyan sok. Aktív. Ez nagyon durva. Ezt még nem használtam sose. Próbáljuk ki. Aha, most nem lehet a legnagyobb kereket rárakni, hanem az állandóra rakott cuccot teszem fölre. Mindegy, dobáljunk rá ilyen vackokat. Nincsen több darum? Ja, mert mindegyik kint van, mi kocsin? Ja, értem. Aha, az mondjuk jó, csak nem lehet rárakni a legnagyobb kereket. Itt meg egy csomó olyan van, amihez ilyen fát kell fővinni, meg ilyenek. Spare wheel az rajta volt gyárilag, diffi, oké, okay, vincs. Az autonómot nem tudom, hogy rárakjam, az jó hangzik, hogy ilyen picike is tudja magát menteni. Hát ezt simán kipróbáljuk, így, ahogy most így kiépítem. Jó, sokba kerül, de legalább működni fog. Aha. Van egy ilyen motorom bele. Hát ezt szerintem bele is rakjuk. Aha, hát ez stock wheel fender, ez nem tudom mi a szar akar lenni. Ja, ez a sárvédő. Jó van, legyen. Az mi az a keret rajtad, te jó Isten. Ez full, ez tök jó néz ki. Én nekem tetszik az ötlete, hogy mi ez a double tall, hogy ilyen van, small parking lot, external horse, twin horse, nem kell. És még a felnit is kiválaszthatjuk, hogy milyen legyen. Attól függ, milyen lesz a festésünk. Hát... Ilyen. Azt mondom, ez ilyen sárga lesz. Nem tudom, most csak úgy... Ez ragadta meg a tekintetem. Ha már eleve egy ilyen poén gép, akkor legyen tényleg az. Hú, az az izé sárga, az izé trilexes lószar. Legyen így. Akkor festés kész. Ezzel annyira nem vagyunk kisegítve. Nekem csak ez tetszik a legjobban belőle mindig. Így már tök fullosnak tűnik.
De kis szerencsétlen, te jó ég. Mert azon gondolkodtam, hogy van itt egy ilyen vigyél fát oda föl, pont az van kijelölve, oda. Az ötyögjünk vele egy kört, kíváncsi vagyok nagyon. Itt kimegyünk a jégre, azt a jégen át, amerre szoktunk itt közlekedni. Ja, csak, ó, nincs rajta, nincs a tetején üzemanyag, várjál. Hú, hát mondjuk irányítani elég kellemetlen, de... De legalább nincs fogyasztása, tehát, hogy... Főrakjuk a fát, azt elmegyünk vele a hegyekbe. Hát ez nagyon kis ópofa. Eskü, azt tetszik, hogy van darúja, meg autonóm mentése. Tehát az ilyen teljesen full-full, az nagyon király. Na, adjál tetőre is. Nem lehet, nem tudok a tetőre üzemanyagot venni? Vagy ez most hogy működik? Nem vettem meg rá, mi? Bazeg. Tuti, az lesz a hiba, hogy elfelejtettem rátenni. Itt tekerünk meg. Igen, szerintem elfelejtettem. Mert nincsen rajta semmilyen ilyen keret. Meg javítópontot azt oda szokta, azt szokott adni. Most tűnt fel, hogy amúgy az sincs. Tehát ilyen repair pont nincs hozzá. Hogy röfizik, tök jó amúgy. Lehet, hogy bacont is kéne elrakni, ha elfér rajta, hadd villogjon. Amikor meglátod az erdőben, hogy valami villog, és akkor így, hú, ez vajon mi lehet? És akkor így jön egy ilyen, és így, ja. Ja, csak ennyi. Igen, mert az javítópontot azt odaadja. Mi volt az egyáltalán, ahol ez volt, ez a villogó? Ah, ott van. Hadd villogjon. Ez itt sárgán tök cuki. Kár, hogy a izét a puttony nem festi át, de amúgy attól félik, hogy nagyon jó. Ah! Oh. Hát amúgy, hát nem tudom, hogy vagytok vele, nekem ez nagyon tetszik így kinézetre. Az, hogy megugrott egyből, amúgy... Ja, itt van a Turn on Bacon. Oh. Nagyon fajn. Na most akkor csak megtankoljuk. Ezt elmegyünk, elviszünk vele egy adag fát még így éjfélig. Hát egyébként teljesen, nagyon jól is közlekedik. Jó, lehet, hogy nem egy stabil gép, de az, hogy például mondom önmagát tudja menteni, az nagyon sokat dob rajta, mert ilyen egy-egy kisebb ládát így elvinni lehet, hogy sokkal kellemesebb, mint egy ilyen nagy döggel. Na, most már meg tudom tankolni akkor a tetőt is, úgy bizony, nagyon király. És akkor elmegyünk fáért. Meg van könnyű, tehát érezni rajta, hogy olyan nagyon könnyű kis masina, tehát hogy megy, mint az állat. És ez a Hunter bukó keret, meg minden. Nagyon cuki, de teljesen jó. Kibe kapcsolgatjuk itt a diffit, spórolunk, meg minden. Nem itt kellett volna bemenni, hanem egyen hátrébb, de mindegy. Gondoltam, még megcsinálom gyorsan azt a izét, azt a villanypóznás küldetést, de ezt sokkal jobb annál. Azt, ahogy megy... Elmebeteg dolgok vannak ebben a játékban, de tényleg viccen kívül, nagyon király. Hát hogy hasít? Azért óvatosan, mert ezek azért leszokták zabálni a kocsinak a futóművét. De azt nem is néztem, hogy... Tényleg? Ne basszál föl! Hát ez nagyon full. Hát ez nagyon tetszik. Amikor először beültem, mondom, mi ez a szarta, jó ég, hát semmit nem tud. De az, hogy magát is menti, meg így kis darúja van, meg minden, hát ez nagyon jó pofa. Mint valami egérkamion, vagy nem tudom.
És ilyen full fenyegető, hogy így villog is, meg minden, vigyázzál, mert itt komoly munka folyik. És akkor mondom, az a jó, amikor meglátod az erdőbe, hogy így jön a villogó, és akkor befordul a sarkon ez, hogy ez a... És ez mi ez? A full király, nagyon cuki. Tényleg halálos annak. Megszeretem mindjárt. Elmegyünk vele fáért. Izgalmas lesz. Ez valahol úgyis ilyen elbaszott helyen van az a fa. Igen, mert hogy meg innen hátulról kéne menni. De így, hogy fogyaszt mondjuk 5 litert. Tényleg nem hallottam még alatta recsegni a izét egyébként. Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá, lassabban, mert szétverjük szegényt. Mondjuk ennél jobban hova, amikor már eleve itt találtuk. Itt még úgyis főtankolunk majd, ha kijöttünk a izéből. Vagy hát lehet, hogy nem itt, mert hogy miért arra mennék föl. Menjünk arra föl, megnézem, hogy megyek át itt a sziklákon. Bemelegítünk vele egy kicsit. Mert egyszerűbb lett volna a másik irányból venni az akadályt. Hát de nagyon megy. És a diffit még kisebb próbáltuk a diffizára, na mindjárt itt jön a hav, aztán akkor lehet itt próbálkozni vele. Ha kell egyáltalán. Hát kelleni fog. Na, meg vagyok emelve? Ja, meg voltam, jó van. De annyira könnyű, hogy simán megy. Beszarás. Hát ez beszarás. Ez egy ilyen kis scoot teher. És amúgy mennyire jó, hogyha ezt azt vesszük, hogy scoot teher, hát hogy tud magával vinni a hátán 900 litert. Ez nem is olyan hülyeség, hát ezzel lehet, hogy lehet izét csinálni. Tényleg egy ilyen túlélő genyót. Teljesen fullos. Itt nem ugratunk föl, mert az előbb se sikerült, úgyhogy inkább megkerüljük. Főleg azért, mert ugye mindenképpen azt kéne. Viszont itt gyorsan. És tényleg nem recseg meg annyira alatta. Há, jó azért, de. Hoppá, de amúgy annyira nem volt gyász. Azt akarom pont mondani, hogy ugye 900 liter tud a hátám elvinni, az teljesen fullos. Ez nagyon, hát ez halál király. Én nem tudtam, hogy ezt így ki lehet izé buffolni. Valahol van hozzá rájzett futómű, és akkor elméletleg még nagyobb kerekekkel is el tudna zakatolni. A segy utolsó szempont. Mondjuk valószínűleg itt le kell talpaljak, hogy ha darúzni akarok. Meg lehet, hogy le is engedem, és akkor úgy darúzunk. Hogy biztos legyen a dolog. Aha, hát annyira nem biztos, de legalább... Hát de, egész jó. Lehetne sokkal rosszabb is. Annyira plicike a platója, hogy nagyobb a daru, mint a plató. Ez nagyon király. Én ezt nem tudtam, hogy ilyen van benne. Így, né, már lehet is menni. Most vissza kéne ugratni valahogy itt a izé fele, ami egyébként fölösleges. Lehet, hogy a Tatarinnal fogunk ide visszajönni a gyárba. De mondjuk ez tud, ez önmagát legalább javítani tudja, ami tök király. Tehát igazából csak supply zone a kérdése, hogy meddig, de hogy amúgy fullosan. Jííí, hogy kitekerte. És az a jó, mondom, hogy ha fölborul, akkor sincs igazából semmi baj. Mert hogy tudja magát húzni. Mert a fordulóival a sebesség függő, hogy elnézem. Mit basztam oda a futóművet, ugye? Ja, azt hát. Mi a... Mi az, hogy kerék? Miért nem tudok kereket venni? Ja, mert nulla, de azt miért jelzi pirossal akkor? Fura.
Ha hátul dupla kerekeket föl lehetett volna rárakni, vagy egy kicsit szélesebbet, akkor egyébként nagyon bikán néz neki. Hova kell ezt egyáltalán vinni? Ó, fölösleges nekem minden elmenni. De jövünk a Tatarinna. Mert akkor a megépített hídon ott már át is tudok menni szerintem. Jaj, de fura, hogy ez maga jégen nem tud kanyarodni. Csak ilyen iszonyatos késletetéssel. Mondjuk az egy kicsit viccesen nézett ki, hogy ugye engedi maga mögé kötni a rendes nagy utánfutókat. És hát az mondjuk úgy annyira nem illik hozzá, de így, hogy már mondjuk így ki van most már így gyúrva. Hát halál cuki, nagyon, nagyon aranyos. Akkora, mint ez a tank, de amúgy mindegy. De tudsz állítani, az fontos. Ja, ne, fordítva, mit csinálsz? Mi az a Acta Aeon? Így fő van tankolva, aztán irány föl. Arra fogunk menni, hogy itt ezt az utat is megnézzük, hogy az merre visz. Aztán ha nem jó, akkor nem jó, hát ez van. Fú, hogy kormol amúgy, így köpi, mint az állat. Topsziklák, óvatosan. Még több. Úgy, eddig jó. Itt meg nincs híd, hello. Ajajajajajaj. Hát akkor itt körbe kell menni sajnos. Itt le nem ugratok vele, de nem akarom tönkre tenni. Már így az elején. Valahol várható volt, hogy itt a vakfoltban még várhat meglepetés. Ez egy kicsit furán hangzik, de köszi, igen, itt leszek még, ne aggódj, úgyhogy jó van, mennyi, csak nyugodtan. Hol jutok én itt át? Ja, itt. Valahogy. Elmegyünk itt erre a bunker mellett, aztán föl itt a folyón. Hát ha Tatarinnal megy, akkor ezzel is menni fog, én azt mondom. És akkor valahogy, aha, na ott jön majd az izgalmas rész, oda fölugratni. De szerintem ezt pont erre találták ki, úgyhogy lehet, hogy a legideálisabb járművel vágunk ennek neki. Na, teljesen fullos, nagyon, na, nagyon kis jó pofa. Mondom, viccnek se rossz, de amúgy tényleg pont olyan helyre kell vinni a fát, ahova ilyen T-boy fölmenni. Ez meg így megy, és így zakatol. És nem problémázik. Mondom itt az interiorból, amikor néztem, hogy amúgy merre vannak hol a váltója, hogy az most tényleg ott van, vagy nem, azt nem tudom, de brutálisan néz ki belülről. Ilyen nagyon-nagyon elvetemült fapados cucc. De pont annyira is megy jól, tehát hogy ilyen kérdezősködik. Tényleg a legjobb gépeket itt ilyen orosz federációs térképek alatt adja a játék.
Hoppá! Megérkeztem. Most az lesz a cumi, hogy rossz oldalra borultunk. Aha, ez így nem jó. Mert a másik oszlopot még nem látja, ez meg rohadt messze van tőle. Hát a lehető legszarabb helyen sikerült főborulni, mert itt aztán szart se ér, hogy van önmentős genyóm. És jó, be is ékeltem ide magamat ezzel a szarral. Hát jó, ide szerintem jövünk utánam a tatarinnal, aztán megpróbáljuk kihúzni innen a szarból. Mert ennek így, ja, sok értelme nincs. Ja, egyébként ott mondjuk, ha egy picit hamarabb gondolkodok, akkor amúgy simán elkerülhettem volna ezt a szituációt, mert rég lemehettem volna a hóba. És akkor nem borulok fel vele. Tehát annyira megy a kecske, hogy nem lehet, hát megvadult, aztán csak ment előre. Ja, utána szaladunk, aztán kimentjük szerencsétlent. Nem is itt mentünk le szerintem. Nem hát. Elhamarkodtam. Jújjúj, jó, a másik az itt nem recsegett be ennyire. Lehet, hogy tényleg nem tud beszakadni alatt a jég, beszarás. Mármint a izé alatt, a másik alatt. Azért maradok a szélén, mert nem biztos, hogy a jégen főmászik, sőt, konkrétan 1000%, hogy nem. Megkerüljük a bunkert, még egyszer. Aztán talpra állítjuk a vadállatot, és megpróbálunk vele egy normális irányba elindulni. Gyors egyébként, ahhoz képest ugye, hogy ilyen picike, tényleg nagyon megy, mert ha megnézem, hogy ez most így mennyivel megy, meg az, azzal itt mennyire mentünk, akkor simán izé volt, gyorsabb volt ez. Na, gyere fater, álljál föl! Darúzhatunk újra, hogy elnézem. Csak leteszem a talpokat. Nem is nyomtam rá, mit csinálsz? Úgy. Stabilizáltuk magunkat, amennyire lehet. Olyan nehéz, hogy fölemelkedett. Na, akkor még egyszer, és akkor itt arra le. Jújjújj, csak óvatosan, mert tényleg úgy megyünk, mint az állat. Autonom médium, miért nincs ilyen a izékre? Teherautókra vajon? Mármint, hogy modolás nélkül. Arra leszek kíváncsi, a fákkal hogyan küzdünk meg. Aha! Könnyen és egyszerűen. Hát ez nagyon flash. Hát totális, ez a kocsi, ez...
kár, hogy csak egyes platója van. Mindenre is ezt használnánk. Azt a kurva, hogy megy. Hoppá, hoppá. Mondjuk itt egy kicsit túllőttem a célom. Csak óvatosan itt a vízparton azért. Ez egy rossz mozdulat, aztán elsüllyedünk. Tényleg, ha ezért rárakt, rára jó van, hogy megfulladni nem fog. De be se rakom difizára, azt úgy megy át a havon, mint hogyha ott se lenne. Mi van veled? Hopp, már. A fő feleke, mert már itt vagyunk mindjárt. Ne basszál már. Hoppá, hoppá. Hát egy kicsit vissza kéne fogni a lóerőkből, mert brutálisan megyünk. Na, itt vagyunk már a másik. Aha, mindjárt ott vagyunk fönt. Na, az ilyen utakra mondjuk kifejezetten jó, ami majdnem, hogy a Tatarinnál is keskenyebb. Súlypontja az szar, de legalább nincs neki. Így szép nyugodt tempóval itt most már főkocogunk. Fogyasztásban viszont jó, nem is visz magával sok üzemanyagot, de hogy amúgy meg tök jó leszik. Ezt erre találták ki komolyan, viccen kívül. Szenvedek itt a nagyobbnál nagyobb autókkal, aztán itt van a megoldás kéznél amúgy csak. Aha, hát mondjuk ez itt elég gáz. Aha, az nem az a... az nem az, az se az. Aha. Hát ezzel a sziklával mondjuk lehet, hogy pont beszoptam. Aha, ez itt bajos. Ott előrefele nem látsz véletlenül? Pont nem mi, ne basszál föl. Jó, semmi gond, kicsit újra tervezzük a kérdést. Mi van akkor, ha ilyen rézsútban megpróbálunk beugratni? Ezt most már tudja, hogy ezzel fogom leszállítani, csak azért is. Talán jobban rákap. Aha, csak azonnal, abban a pillanatban elugrik, ahogy odaérek. Nincs ide más beút. Erdőn keresztül. Mi az a kedvencünk? Ilyen hülyeséget ide rakni, de komolyan. Jó van, tudod mit? Akkor jön a hegymászás. Hát ennyi. Na nem tudom, baszó ki. Átmegyek én árkombokrom. Vagy mégse. Jaj, pont belement vagy akkora kráter gödörbe, hogy öröm volt nézni. Jó van, semmi gond, semmi baj. Hát, ha itt ez főmegy. És nézd meg. Hát milyen emelkedőt leküzd. Hát... Scoot 800-as kis autó nem tudna ilyet itt. És ott a cél. Ennyi, kész. Ami nem megy erőbű, az majd megy tök erőbű. Körbe nem, akkor ökör állatba. És tényleg jó, mert itt a kis lukakon is, aha, hát hogyha eltalálnám, akkor átfér. De hogy egyébként átfér. Ne, hogyha eltalálnám, de nem találom el. Tehát... Nem engedik el az ágak mondjuk, de az a legkisebbik probléma lesz.
Honnan jövök, ahonnan nem számítatok rám. Hello, mi? Itt vagyok. Cső. Az mi az a kürt? Ilyen repet fazék. De megcsinálta! Bassza meg, meg lehetett vele csinálni. Hát... ez nagyon kemény. Te jó Isten. Hát ez csúcsmodell. Esküszöm, beszarok rajta. Na még azért gyorsan eldobjuk, szerintem. Igen, ezt, mert erre már főpakoltunk. Ezt még gyorsan megcsinálom, aztán szerintem így mára, ami már egyébként másnap gyorsan ezt megcsináljuk, és akkor ennyi lesz. Mert ez full vicces volt ez az egész. Nagyon tetszett. De hogy egy gyászba másztam én fel? Itt ezen a szikláson? Hát akkor menjünk arra. Hirtelen fura lesz, hogy egy ilyen nagy döggel kell menni, eskü. De nagyon poém. Na, oda még gyorsan kitekerünk. És egyébként, hát jó, kaptunk érte valamennyit, nem sokat, vagy nem annyira durvát, de még fizettek is érte, úgyhogy... Hihetetlen, hogy miket ad a játék az ember kezébe játszadozni, és tényleg ezért tartja ébren a lelkesedésemet nekem is, mert... Basszus, ott volt egy roncs az erdőben, és az, hát ez szarra se jó, és akkor így... Amúgy full ki lehet építeni egy bizonyos, könnyebb, kisebb feladatokra, és működik, tehát, hogy... Hihetetlen. Ez fantasztikus. Az a durva, hogy itt egy térképen belül milyen iszonyatosan sokat tud változni a terep. Tehát itt a jeges síkhoz kitól a sziklás hegy oldalig, így minden van benne. Azért ez se semmi. Hoppá. Csak óvatosan. Hoppá. Meg a hav. Mentünk már mi itt fel egy párszor, szerint van merre most megyek, úgyhogy talán nem lesz gond. Az az igazság, hogy hiába ez a kocsi ugye több üzemanyagot tud magával vinni, de hogy mivel egyébként meg ugye nem olyan jó a fogyasztása, így nem biztos, hogy olyan soknak minősül, vagy soknak érződik. Ja, ott az lesz a mi oszlopunk, akkor jól látom. Ide még felszenvedjük magunkat, pikkutty. Jó buli lesz ezt a sziklát, ezt itt nem szeretem. Aha. Nem is ott fogunk fölmenni szerintem, hanem itt mellettem itt szólsz. Vagy menjünk a sziklán? Nem fog följutni a sziklán szerintem. Följut ez a szar a sziklán? Föl kéne neki, úgy illene. Aha, hát vagy így vagy úgy, de... Mert fönnakad az a baj. Az abban a pillanatban fönnakad. Aha, és állandóan odaveri a nagy csőrét. És ha innen jövök... Aha, akkor se történik semmi változás, mert hogy akkor se... Na, lehet, hogy a nyomatékra kellett menni? Azaz, nyomatékra kellett menni. Azaz, na jó van, nyomatékkal felment, csak fordulattal nem. Te erre körbe akarok én jönni? Mindegy, menj. Ja, mert föl kell mászni, gondolom azt azért. Jó, semmi gond, ez pikkutty, ez könnyű. Ez ilyen easy. Mennyi szikla van itt.
veszünk egy nagy forduló. Te jó Isten, ez komolyan. Egy fa van a réten, azt is megtalálom. Na itt most akkor fel. Fel. Nem kapcsoljuk ki, mert kelleni fog. Ne idegesíjjék. Na itt mondjuk szöges guminé vagy láncos nélkül nem ászna fel, ez biztos. Úgy. Igazából az a durva, hogy sokkal több kitartás kell ehhez a térképhez már, mint a... mint mondjuk az elődjeihez. De ettől függetlenül meg lehet valósítani a dolgokat benne, amiket elvár tőlünk a játék. Hú, ezt a sziklát nem is figyeltem, hogy mit csinálok. Ujjjj, de szarad őrészögem. Most már nem. Csak nem tudtam befordulni, és ez jelent némi problémát. Hűha. Letette magát. Ez nem jó. Így már jó. Így már tuti király. És itt is vagyunk. Ez az. Fogynak a feladatok. Fogynak. Már nincs is olyan sok. Azt a kurva. Ja, igen, tehát már nincs is olyan sok. Csak rengeteg. Jó, mondjuk ez itt ezek a mentős feladatok, ezek azért olyan... Itt van még egy-két ilyen felfedezős küldetés. Ez se vész igazából. Na, ez jó, ezt innen levisszük. Na, ezt még megcsinálom, mert ezt most nagyon látom, hogy mi van. Itt valahogy idáig el kell jutni. Aztán itt át. Hűha. Hát ez mondjuk lehet, hogy pont jó lenne ez a kis szocska. Mert onnan meg már tök simán le tudnék ugratni, ha le tudnék. Vagy hát, menjünk inkább, hát, lentről, mindegy az. Mindegy az. Ezt mi megcsináljuk. Ez ilyen könnyű, meg most itt vagyunk fönt, nehogy elfelejtsem. Nehogy elfelejtsem holnapra, hogy mi van. Ami már ma van a holnap, vagy mi. Valami ilyesmi. Itt van út, úgyhogy itt vissza tudok vánszorogni, ha jól látom. És lehet, hogy nem a tolatásban a legjobb a fordulatszám per nyomaték arányom. Nem biztos, hogy ez a kocsi itt a sziklákon alkalmas lesz átmászni. Úgyhogy majd lehet, hogy át kell gondolnunk az életünket. Sőt, valószínű. Elpróbálunk itt a fák között átvergődni. Hogy mindig ott szoktam elakadni, hogy az utánfutó, vagy a plató akad el. Aha, hát ha a másik irányból jöttem volna egyből, akkor ez most nem lenne ekkora izé szívás. Így még lehet az. De nem. Igazából nem. Nincs itt baj. Jó lesz ez így is. Itt fog beakadni a fába, de itt rendesen, itt nem végez fél munkát, és akkor így nem már tovább menni vele. Mondjuk jó lett volna, ha kijelölöm a feladatot, amit csinálok, nem? A weather. Oda, és innen. Így. Szerintem ez mindjárt mutatni is fogja, hogy amúgy mit keresünk. Ah, ott is van, jó van. Hűha, ez itt elég cuminak tűnik ez a két ilyen gödör. Került ez ide. Offroad Experience Game. Hát az. Ez aztán az. És
szerintem leért a hasa, csak azért vagyok ilyen szerencsétlen állapotban. De nem lesz baj. Mondom, nem is tudom, hogy ezen a térképen amúgy a fő küldetések közül akad-e még valami. Itt nem tudom, hogy kell-e majd izét csinálni ilyen pittyegős, fémkeresős ökörséget. Majd nem fém, hát ja, végül is metáldetektoros cucc, mert ugye valami tankokat kell keresni, meg repülőgép alkatrészeket, ha jól láttam. Az még egy izgalmas mutatvány lesz, mire azzal végzek. Nem is tudom, mire lehet ezt rárakni, tehát a tajgára. Úha, várjál már. Hát itt mi van? Sziklák, sziklák hátán. Nagy úgy, ez lesz az a tuti, az úgy, jó, eddig jó. Nyomaték, nyomaték, bástya, nyomaték. Úgy, úgy, ott még több, az nagyon jó lesz. Mintha lett volna egy kis kőomlás. Nem volt benne az uti kalauzba. Ujj. Várható volt mondjuk, hogy bele fogok csúszni, de jó nagyot szólhatott. Mindjárt itt vagyok. Na, hol ez a doboz? Aj, jó, nem jó. Inkább átugratunk itt balra. Ó, szapac! Itt a sziklán, hát ha nem akadok fent. Így még jó is lehet. Valahogy. Azaz. Hát a másik irányban lehet, hogy nem tartott volna ennyi ideig. De annyi baj legyen. Közeledünk. Ott van mindjárt a helikopter. Ott van bizony. És azt kéne onnan kiderúzni. A fölmászok ide erre a sziklára szerintem. Az lesz itt a megoldás. Innen fölvesszük valahogy. A szikla tetejéről. Ja, ez így jó. És akkor igazából itt egyenesen, ha tovább megyek a sziklaszírten, ott meg már van út kifelé. Ott meg már van út kifelé, azzal már nem lesz gond. És akkor ezt úgyis le kell vinni a szerviz garázs, az pont otthon, haza? Vagy valami olyasmi? Ja, pont haza kell vinni, úgyhogy akkor ezt innen már csak kell juttatni elméletileg. Valahogy okosan. Jaj. Jó, hogy ilyen stabil ez a gép sárkány. Ja, erre már könnyű lejutni. Ennyi hó, basszus, de rég láttam már normális mennyiségben havat. Amit tök szomorú amúgy, de
De tényleg így van. Na, akkor elindulunk itt erre lefele. És emeletleg itt valahogy pont odajukadok ki, ahova szeretnék. Mert most vagyunk a falu fölött. Kanyargós az út, csak tudom minek. Hova a gyászba visz ez? Aha, hát ez egy ilyen totális fölösleges dolog erre jönni, de na mindegy, most akkor megyünk erre. Lehet, hogy a fák között olcsóbb lett volna. Ja, voltunk már itt, mert itt a tower. De még a jarra másztunk fel a legelején. Aztán nagyon rájöttünk, hogy a tatarin sokkal jobb ide, attól függően, hogy csúszik az úton meg a jégen. Hogy kiásta magát az a kő? Láttátok? Így fogta, az üst, fölemelkedett. Volt gyenge mutatvány. Oda megyünk. Azt, amilyen jól néz ki innen a városka. Fotomód. Kéne valami jót csinálni ebből. Várjál, mert belelóg a fa. Ez meg szar a fókusz. Lehet nem is kell hozzá kis autó, csak így így lefotózom azt az ezért kikötőt. Ja, ez így nem is rossz. Ez tök jó, hogy ezt még a izében is a TDU-ban, meg az Euro Truck Simulator 2-ben, mert TDU 2-ben, meg Euro Truck Simulator 2-ben, mikor ilyeneket lehetett, tök menő volt, és itt tök szerettem ott is a fotómódot. Rengeteg ilyen verseny is volt akkoriban, hogy sőt, lehet, hogy az Euro Truck Simulator 2 community-ében még mindig van ilyen versenyek, hogy ki tud ilyen látványosabb képeket csinálni. Itt nem tudom, ennek sose volt. Mondom, úgy tök jó lenne. Na, mindjárt kiérünk itt a izébe. Itt elvesszük a dolgokat, már egyik se kell, se az összkerék, se a diffizár. És itt is vagyunk a műhelynél. Ez jó, stabil ez a kocsi ezekkel a dupla hátsó kerekekkel, ez így tetszik, ez így semmi baj nincsen. Úgy fogjuk csinálni, hogy esztétikusan fogjuk leparkolni a járgányt. Tehát így rátolhatunk a kapura mondjuk. Hát ezt egy kicsit elbaszarintottam, mint díved, de meg pozícionálást. Így megpróbáljuk egy kicsit jobban. Na, mint ha be akartam volna odaállni. Na, így tökéletes lesz. Na, így jó. Szerintem akkor ez így itt mára így itt túl is teljesítettük az a napi limit elvártat. Minden borulással meg egyébbel együtt, de az most részletkérdés. Nincs is annyira összebaszva ez a kis autó. Ez tetszik. Jó az a festés rajta. A madár. Jó rajta a madár. De ez ilyen full, ez ilyen luxus bentről, mintha nem is izé lenne, mintha nem is teherautó lenne. Tök esztétikus, meg a dizájnos a
úgy az egész kialakítása. Hopp. Jó. Várj, még egyszer ránézünk a kis drágaságra. Hát ez valami nagyon borzadály, de annál cukibb, teljesen jó. Csoda rádió hangok mennek itt. Toj-toj budi. Az jó lehet ilyen kotélen egy ilyen toj-toj budi. Te jó isten. Milyen jól lefújta majd benni sárgára. Na jó van. Szerintem itt mára befejezzük, vagy hát így a tegnapra, mert már közben átléptük éjfélt, úgyhogy 3 órát sikerült megint beletekerni, nem is tudom, hol tartunk. 49%-ra azért haladtunk. Nem sokat, de azért haladtunk, úgyhogy... Úgyhogy egész jó volt. Még 5 upgrade nincs meg, és az a baj, hogy ez nem oszlik ám térképről térképre, úgyhogy ez azért bajos. Jó sok pénzt elvertem, azt nézem, hogy amúgy... frankon sokba került ez a kis autó. Attól függetlenül, hogy ingyen volt és találtuk. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Hát, a hétvégén még biztos, most holnap este biztos. Szerintem holnap este teljesen jó lesz. Aztán szombat, vasárnap az érdekesebb lesz, mert vasárnap már nem valószínű, szombaton még inkább. De az ilyen attól függ, hogy mikor végzünk itt az a rendezkedésre, mert magát a gépet nem egy nagy cucc átkötni egyik szobából a másikba. Meg hál' Istennek ott van OTP kábel, tehát hogy lesz egyből netem. De hogy sok minden mást is át kell pakolni, úgyhogy ja, húzós lesz, meg hát hogy eleve költözködés is lesz. Ami a fő projekt, csak ugye mivel lesz egy üres szobánk, ezért én itt választhattam, úgyhogy én a nagyobbat választottam. Ezért lesz itt egy kis ilyen herce-hurca. Na mindegy, azonban mindenkinek szép hát most már nem estét, hanem jó éjszakát kívánok inkább. Aztán legközelebb találkozunk, a pénteket még mindenki bírja ki fél lábon is. Aztán, ja, igen. Legközelebb találkozunk. Na, sziasztok!